fontos a hidratálás. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban sorozatokat fogok ajánlani, ugyanis most nagyon sokan hazalettek küldve, és a házban kell maradniuk. Például az egyetemistákat, mint engem is, hazaküldtek, koliból kitettek mindenhonnan, úgyhogy nagyon nincs választásom, mint itthon lenni. És hát az itthon töltött idő egy részét nagyon jól el lehet ütni sorozatnézéssel. Úgyhogy összeszedtem néhány olyan sorozatot, amik szerintem jók pont ilyen időre. És nagyon jól lehet őket... Hát angolul az binge-elés, de... Hogy mondjuk magyarul azt? Na mindegy, szóval ezek a sorozatok nagyon jók arra, hogy leülj a Netflix és a tévé elé, és végignézd egy húzamban az egész sorozatot minden évaddal együtt. Hát 10 darab sorozatról fogok kicsit beszélni, és ez nem az összes, amit nézek, meg nem az összes, amit szeretek, mert ezen kívül még van egy csomó másik, de gondoltam adok neki valami számkeretet, és akkor 10 lett. Szerintem ezeket érdemes most megnézni, ha még valaki nem tette volna meg, ha pedig már valaki ezek közül látta volna esetleg az összeset, akkor ugyanúgy újra lehet nézni. Jó, szóval az első listámon az a Brooklyn Nine-Nine, ami... Hát talán nem 100-as körzetnek van fordítva magyarul, nem tudom pontosan mi a címe. Na de ez a sorozat azért nagyon jó, mert egyrészt csak 20 perces egy része, szóval gyorsan lehet vele haladni, és nagyon vicces. És nem az a fajta vicces, ami az elején vicces, és utána, ahogy haladunk az évadokkal, a színvonal csökken, hanem tartja a szintet, és nagyon jó sorozat. Hogyha valaki nem ismerné igazából a... New York, nem New Yorkban, Brooklynban egy rendőrkapitányság szereplőit követjük végig. Ilyen humorosnak van azért, ez egy egyáltalán nincs ilyen komolynak véve a sorozat, hanem tényleg humorosra van megcsinálva, és néha történnek benne komolyabb dolgok, de azt is ugye bele csomagolják poénokba, és nagyon jó sorozat, és jelen pillanatban el vagyok vele maradva, mert azt családdal közösen nézzük, és már nagyon régen néztünk utoljára belőle részt, úgyhogy kellene. A második szerintem ez nagyon sok ember számára ismert lesz, mégpedig, mert azért ez egy nagyon híres sorozat, és nem a Trónok harcát fogom mondani, hanem a Jó barátokat. Na most ez tipikusan egy olyan sorozat, amit valószínűleg már mindenki látott, vagy ha nem, akkor nem. De azért a legtöbb embernek van valami fogalma arról, hogy mi az a sorozat. És ez tipikusan az a sorozat, amit újra lehet nézni bármikor. És ráadásul ugye nem is kell feltétlenül elejétől a végéig, hanem hogy ha valaki már nagyjából tudja az alapkoncepciót, meg így az alap dolgokat, akkor a 10 évad közül random bármelyik évadot kiválaszthatja, és annak bármelyik random részét, mert igazából nem mindegyik függ össze, meg nem feltétlenül kell egy húzamba nézni őket, hogy jó legyen, egy jót nevetni, amúgy is lehet csak simán rajtuk. Úgyhogy ezt mindenképpen ajánlom. Szóval, hogyha már láttam volna valaki elejétől végéig, az idő újra nézni az egészet. Ezek is csak 20 percesek, úgyhogy ezzel is lehet gyorsan haladni. A harmadik, ez a sorozat sajnos csak egy évados volt, úgyhogy nem lehet túl sok időt belevenni. Ez pedig a Braindead című sorozat, és ezt azért választottam ki, mert ennek az alapkoncepciója az, hogy egy meteor, becsapódik egy meteor, és abból ilyen fura bogarak jönnek ki, amik bemásznak az emberek agyába, és hát félig meddig megeszik az emberek agyát, és amúgy meg irányítják az embereket, és elég beteg, de nagyon jó sor. Én azt a, azt hiszem 10 része van, vagy lehet több, 10 pár részes az egy darab évad, ami van belőle, de nagyon eszement, és ez szerintem nagyon élvezetes. Úgyhogy ha valakit ez érdekelnek, azt hiszem mindenképpen nézze meg. Negyedik? Na mindegy, következő sorozat. 3 évada van kint, és olyan póló van rajtam. A Stranger Things, ez most már a 3. évaddal eléggé széles körben elterjedt, szóval most már elég sokan nézik. Hát nem tudom, 3-4 éve volt, amikor az első évad kijött, és nálunk már az is nagyon nagy népszerűségnek örvendett így a családban, és már azóta szeretjük. És ez igazából egy valahol ilyen 80-as évek környékén játszódik. Egyrészt 4 fiú van benne, akik
négyen mennek haza, és akkor az egyikőjük eltűnik. Ez az egyik rejtély a dologban, a másik rejtély pedig az, hogy találnak egy lányt, akinek pedig képességei vannak. És ilyen találások vannak benne, de nem feltétlen kell minden filmet, ami alapján készítették a sorozatot látni, mert egyébként is élvezetes, és nagyon, nagyon jó hangulata van a sorozatnak, meg nagyon jól meg van csinálva. Úgyhogy, ha valaki esetleg még nem kezdte volna el, vagy úgy volt, hogy hát nem tudja, hogy jó-e, én csak ajánlani tudom, tehát, hogy én nagyon szeretem a sorozatot. Eddig mindegyik évadja nagyon jó volt. Következő, amit nagyon tudok ajánlani, ha már otthon ragadtak az emberek, a Netflixnek az egyik sorozata szint, ugye ezek közül a legtöbb egyébként fel van Netflixen, de nem, nincsenek semmi jelentősége egyébként. A Sex Education. Nem tudom egyébként a sorozatok magyar címét, de hát Netflixen amúgy is angolul vannak fönn, meg így a legegyszerűbb őket megtalálni. Na hát a Sex Education az egy hatalmas nagy sorozat, de tényleg annyira... Két évada van eddig kint, és biztos, hogy lesz több. Minimum. Még egy biztos, hogy lesz, mert úgy is zárták le a második évadot, az nemrég jött ki, úgyhogy azért is nagyon jó, hogy elég friss. És hát igazából egy középiskolát követünk. És szerintem a cím elég sokat elárul arról, hogy mi történik benne, meg miről van főként szó, de hogy tényleg ilyen tini gyerekeket követünk, akik így a mindennapjaikkal küzdenek, és akkor ott van a főszereplőnk Otis, akinek az anyja meg egy szexterapeuta, úgyhogy... És aztán ő meg így olyan kis loser kaliber, és akkor így belekeveredik abba, hogy akkor egy ilyen tanácsadást fog vezetni a suliban. És így ennyi, nagyjából így röviden tömören, de nagyon jó, úgyhogy ezt is csak ajánlani tudom. És nagyon jó benne a ship, nem is egy van, több is van, szeretetőek a karakterek, én nagyon szeretem. Na, egy sorozat, amiről szerintem tavaly óta nagyon sokat beszélek, de elmondom még egyszer, hát ha valaki nem figyelt volna. Ez a sorozat pedig az N with an E, ami nincs nálam a könyv, mert ott van a felső polcon, nem ide, szóval Ellen Montgomery-nek az N otthonra talál című könyve alapján készült részben 3 évada van, és sajnos nem lesz több, ami szomorú, pedig a fanok mindent megpróbáltak, hogy hosszabbítsek, mert egyébként nem 3 évadra lett tervezve, de a Netflix úgy döntött, hogy bocs, srácok, na nem baj, azért igazából a sorozat lezárása az úgy jó lett, meg nem ilyen elkaszálták stílusban, hogy még ott van nyitva a lehetőség, hogy folytassák, lehetne, de sajnos nem fogják. Na, az Envidani annyira nagyon jó kis feel good, de tényleg az a nagyon jó érzetű sorozat, hogy nézed, és olyan jó érzés nézni. Tehát nincs benne semmilyen nagy dráma, meg nem is tudom, tehát hogy tényleg így megy, és ilyen kis jó érzetű. Sőt, ugye most tavaszodik, odakint süt a nap, nyílnak a virágok, szóval jelen pillanatban azt a sorozatot nézni, az Envidonit, az teljes mértékben most hangulathoz is illik, és így emeli a téli depresszióból ki tudja emelni az embert, mert nagyon aranyos. Van egy-két rész a második évadban talán, amelyen ez nem tudom mit keres itt, de egyébként teljesen ajánlani tudom, ha esetleg valaki mondjuk olvasta volna már a könyvet. Vagy nem olvasta volna a könyvet, de ezzel együtt a könyvet is tudom ajánlani, az is nagyon jó. Mondjuk én még csak az első részét olvastam, a többit nem. Egyik új szerelmem. Januárban volt, azt szerintem, hogy egy hét alatt, vagy másfél-kettő, maximum 2 hét volt szerintem. Megesett, hogy én végre felfedeztem a Lucifer című sorozatot. Ami egyébként tök régóta megy, meg tényleg nem mostani. Talán idején az utolsó évada, amit már várok. Érdekes lesz, de azt hiszem, nem tudok olyan sok mindent arról, hogy az mikor lesz. 4 évada van kint, és lényegében arról szól, hogy az ördög Los Angelesbe költözik, és egy éjjeli klubot üzemeltet, aztán összeáll egy rendőrnyomozóval bűntényeket megoldani, és annyira atomjó sorozat, tehát, hogy én nem tudom, hogy eddig miért nem néztem. Valószínűleg azért, mert mikor Lucifer elkezdődött, már akkor is nagyon sok sorozatot néztem, úgyhogy
lehet egyrészt azért, másrészt nem tudom, úgy külön nem vonzott, aztán rájöttem, hogy ez egy jó sorozat, és nagyon rosszul voltam a végére, de végignéztem az első 3 évadot majdnem egyben, úgyhogy... És azért az elég masszív, mert egy jó 50 perc egy rész, és a 3. évad 20-valahány részes, úgyhogy... az egy erős menet volt ott januárban, de hát a vizsgai időszakot azt lenyomtam gyorsan, úgyhogy nem volt igazából mit csinálnom, itthon voltam, és Lucifert néztem lényegében. Én biztosan veszem, hogy ezt a sorozatot csak szeretni lehet kávé, tehát főleg Lucifer karakter az művészi, de tényleg nagyon jó. Most nem a kinézetről beszélek, mert tudom, hogy nagyon sokan a kinézetért vannak oda, én tényleg magáról a karakterről, hogy voltál itt. Tehát, hogy én ugye például itt vannak a Trials of Apollo könyveim, és én Apollóban is szeretem ezt a földön van, de ott van benne az isteni lénye, és így nagyon a kettőt ütközik, hogy ő mondja, hogy hát de ő amúgy isten, meg ilyenek. És hogy ott jön ezzel a felsőbbrendűségével, de mondjuk ott van a földön, és nem teljesen ugyanaz a kettő, Lucifer meg Apollo, de hogy hasonló, meg a humoruk is, és imádom. Egy újabb sorozat, aminek most még csak ugye az első évada van kint, mert nemrég jött ki, és talán 7 vagy 8 rész van egy évadban, vagy hát ebben az elsőben, és azok is csak ilyen kis 20 percesek, szóval nagyon gyorsan végig lehet nézni, az szintén Netflixes I'm Not Okay With This címet viseli, és itt is középiskolában néhány tínédzsert követünk soron, és az benne az érdekes, hogy a főszereplő csajnak, aki az Azban is benne van, az első részben, igen, hát neki valami fura képessége fejlődik ki, és így nem elég, hogy még a tini problémákkal is küzdeni kell, még ott van az is a nyakán, és igen, elég... Hát ugye, hogy elindul ez a humoros vonal a dolognak, és aztán a vége felé az évadnak elég durva dolgok történnek, úgyhogy várom a folytatását, mert nagyon érdekes. Főleg, hogy ugye az egész első évad az ilyen nagyon rejtélyes, meg nem nagyon tudunk semmit, és ugye úgy lett lezárva, hogy valamit mondjanak már, hogy mi fog tovább történni. És egyébként kicsit olyan hangulata van az egész képi világnak, mint hogyha ilyen Stranger Things, vagy például tényleg az hasonló beállítása lenne. Tehát, hogy ilyen 80-as évekbelinek tudik az egész, ilyen 70-es, 80-as, 90-es, de hogy amúgy meg napjainkban játszódik, csak ilyen kis időben megragadt városkában. Az utolsó előtti, amit szerintem érdemes nézni, ez talán nem annyira ismert jelenleg, mert ez egy régebbi sorozat. Olyan szempontból, hogy hát, ja, régebbi sorozat, de most tudom, mikor néztem ezt még. Na, hogyha valakinek ismerős a Sex és New York, akkor az nagyjából tudja így a beállítását ennek, mert hogy a Carrie naplója két évada volt, vagy három, jó pár évvel ezelőtt, és az a Carrie Bradshaw-nak a Sex és New York előtti életét mutatja be, amikor még tini volt és középiskolába járt, és hogy azt mutatja be a sorozat, hogy hogyan kerül New Yorkba, meg ez az egész, hogy indul el, meg ott egy csomó minden mást, és én emlékszem, hogy mikor annó néztük azt a sorozatot nővéremmel, imádtuk, de tényleg nagyon jó volt, és így főleg, hogy van benne a fő Carrie, meg van benne a másik szereplő, akivel a sorozatban van párosítva, és mi annyira tudtuk, hogy nem fognak úgy összejönni, mert ugye ott a Sex és New York, tehát az mutatja, hogy Carrie végül kivel jön össze, de hogy annyira szurkoltunk, hogy jöjjenek már össze, úgy igazán, de hát ugye nem. Szóval szerintem, hogyha valaki ugye Sex és New Yorkot is szereti, a sorozatot, filmeket, akkor annak tetszeni fog ez is. Meg egy ilyen nagyon jó kis csajos sorozat. Jó, és az utolsó a korona. Ezt, hogyha, mert ugye eddig ilyen hát inkább ilyen vígjátékokat ajánlottam, mert hogy ugye azok most így az emberek hangulatát jobban tudják emelni, de hogyha valaki egy kicsit történelmibb sorozatot szeretne, és esetleg érdekelni a brit királyi család története, ugye ez nem teljesen történethiteles ez a sorozat, de úgy nagyjából azért olyan dolgokról van benne szó, amik ténylegesen megtörténtek,
és három évada van kint, igen. Igazából onnan indul el a sorozat, hogy az Erzsébet, amikor házasodik, majd aztán koronázzák, és akkor így viszi végig így az eseményeket. Lényegében ugye a második Erzsébet királynőnek így az életét fogja átvinni, és akkor ugyanúgy az első két évadban volt egy színész gárdánk. Ezt így kell mondani? Mindegy. És a harmadik évadban meg már váltottak színészeket, mert ugye, hogy eltelt egy csomó év, és akkor már idősebb színészeket kerestek, hogy idősebbek legyenek a karakterek is ténylegesen. Ja, de hát ez egy dráma, történelmi dráma, úgyhogy nem annyira vicces. Vannak benne vicces részek, de ugye nem az a fő része. Viszont ezt is csak ajánlani tudom, mert én nagyon szeretem, és egyébként nagyon-nagyon jó a zenéje a sorozatnak, nagyon jó. Azt is imádom. Most ebben a videóban ezt a 10 sorozatot szerettem volna ajánlani, hát ha valakinek valamelyikhez megjön a kedve, ha még esetleg nem tudott volna róla, vagy nem látta volna. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!